Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi kapu nyílása augusztus 24-én. Ez azt jelenti, hogy a mi földünk kapcsolatban van a plejádokkal. Itt van egy finom energiamező, ennek van gyógyító hatása, és jelenti azt is, hogy itt nyílik egy kapu, itt van egy új energia, és ez lehet egy spirituális terület is. Az, hogy mikor nyílnak az égi kapuk, azt tudjuk a naptárból. Én a maják naptárára figyeltem oda, de ugyanúgy leírják az egyiptomiak és a kínaiak is, az ősi kínai kultúrában is vannak ilyen kalendáriumok. Ami itt látható, ez a maja forrásból van, ahol ők pontosan kiszámították, mikor van kapcsolat a plejádok és a földünk között, ekkor nyílnak ezek az égi kapuk. Ezen az estén, augusztus 24-én tartok egy szertartást. A téma az, amit itt most majd elmagyarázok, és jelentkezhettek erre a szertartásra e-mailen keresztül, az energiai egyensúly 4000 forint. A maja naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Jelenleg a 13. rezgésben vagyunk, ami augusztus 23-án indult. Augusztus 23-án Kabbán uralkodott, ami jelenti a mi földünket, ennek a gyógyító erejét és a manifestációt. Ez a Kabán energia nem csak augusztus 23-ára hatott ki, hanem vezeti az egész 13 hullámot, 13. hullámot, ami 13 napig tart. Ez olyan, mint a mi naptárunkban a hét. Tehát a háttérben 13 napon keresztül Kabán uralkodik. Jelenleg, tehát augusztus 24-én, amikor ez a portál kapu nyílik, a második napban vagyunk, ebben a 13. hullámban. A maják a kettes számot így írták. Ez a kettes szám utal a párkapcsolatra, rád és őre. A háttérben a föld energiája, a manifestáció jelenti, hogy ez a szertartás segít abban, hogy meglegyen a biztonság érzete, hogy legyen ebből egy párkapcsolat. A kettes szám az jelentett szerződéseket is, és a háttérben a Kabán energia, hogy itt megvalósul valami, ezek a tervek gyümölcsözni fognak. Itt látható a fény, ami az energia, és megvilágít bizonyos dolgokat. Minden nap van egy más szimbólum. Augusztus 24-én ezen a portál napon Etznáp uralkodik egy napig. Etznáp az tükröt jelent. Itt feltehetjük a kérdést ezen a napon, vagy ezen a szertartáson, mi tükröződik jelenleg az életemben. A fény megvilágítja ezeket a témákat, és a kettes szám jelenti a kapcsolatot, mert ez most nagyon fontos. A háttérben Kabán, illetve a föld energiája segít abban, hogy az, ami most tükröződik, az megvalósuljon. Ez lehet egy párkapcsolat, például egy ikerláng szerelem, ott is tükröződik mindig valami, és megvan a fény hozzá a vonzalom, és a kettes szám, ez a stabil párkapcsolat, ami a vágy és az elképzelés,
és Kabán segít a háttérben abban, hogy ez megvalósuljon. Persze itt tükröződhet valami a munkát, a hivatást illetően is. Itt vannak bizonyos tervek, és a fény jelenti az, hogy itt kivilágosodik valami, és itt a kettes szám jelenti a kapcsolatot ezekkel a tervekkel, vannak szép gondolatok, vagy a kettes szám jelenthet szerződéseket. És ez volt a felvétel, ami ezt a portál kaput illeti, és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!